Az újfehértói Kalocsai László festőművész 4 éve foglalkozik a festészet művészetével. Kezdetekben mesefigurák másolásával, rajzolásával kezdődött pályafutása. 2014-ben találkozott Nagy József festő műveivel. Mester és tanítványa közös munkája, tanítása a nagy távolság miatt az internet világának köszönhetően online kezdődött. A Bükkösdön élő művész 40 éve foglalkozik a festészettel, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy ilyen nagy távolságból felkérték tanítónak. Azt a technikát találtam ki, hogy telefonon, internet adta csetelési lehetőségen, illetve ottani kamerázási eszköz igénybevételével. No, ezeknek az eszközöknek az igénybevételével indult el gyakorlatilag az én oktatásom, az információ átadás, miközben a László barátom otthon rajzolt, láthattam a cseten keresztül a kamerázással, hogy hol tart, mit csinál, és a telefon másik végén ott, vagy éppen az internet másik oldalán ott voltam én, aki úgymond dirigáltam, vagy korrigáltam, vagy javaslatot tettem az eszközöknek a ilyen vagy olyan formában való használatára vonatkozóan. 4 év kitartó gyakorlás és munkaeredményének köszönhetően megnyílt az újfehértói művész első önálló tárlata hétfő délután a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Elkezdtük egy egyszerű gömbbel a rajzolást, elmondta, hogy hogyan rajzoljam le a gömböt. Lefényképeztem, elküldtem neki, telefonon elmondta, hogy mit javítsak, árnyékolás. Végül is a rajz mellett elkezdett tanítani is, és akkor ez a tanítás megmaradt kettőnk között, ilyen távoktatás szinten. 2014 nyarán sikerült elmennem hozzájuk először. Az első képen, itt oldalt látható egy rózsa, amit közösen alkottunk. Akkor volt először úgymond festőpaletta a kezembe, olajfesték illatát akkor kezdtem megérezni, illetve kedvet kapni a egész művészethez úgymond. Nagy József festőművész egy bizonyítvánnyal és egy jelképes aranyecsettel köszönte meg tanítványának az elmúlt 4 év kitartó munkáját és tiszteletét a festészet művészete iránt. A tárlat december 31-ig látható a megyei könyvtárban.